Nagyváradra utazhattak, újra részt vettek a nagy vagyon, senki ne gyújtson rá november 21-én. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 20-án 18 óra 5 perckor. A Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázatának segítségével Nagyváradra utazhattak a Szent Annai Sámuel középiskola diákjai, tudtuk meg Germán János Tamás szaktanártól. A szaktanár televíziónknak elmondta, hogy a kiránduláson olyan diákok vettek részt, akik érdeklődnek a történelem, Nagyvárad és Adi Endre munkássága iránt volt egy fogadó intézmény, aki fogadta iskolánkat, nevezetesen a Róráfi Zsuzsanna Református Gimnázium fogadott bennünket, annak is Takás Zoltán református lelkész tanár úr, aki vezetést is vállal, és ő ismertette meg velünk Nagyvárad legfontosabb nevezetességeit. A kiránduló csapat megkoszorúzta a fogadóiskolájának névadóját, szobrát, megnézték az Adi Emlékmúzeumot és a Nagyváradi Vár és Várostörténeti Múzeumot. A Nagyvára a délőtt folyamán a Római Katolikus Székesegyházat látogattuk meg, utána rövid látogatást tettünk az ortodox zsinagógába, ezt követően a körös parti folyószakaszt tekintettük meg, illetve megnéztük a gyönyörű szecessziós épületeket, a Fekete-Saspalotát, az ortodox, templomot, illetve az MKKV kávéházat is. A csapat megnézte a Lóránd Finn református gimnáziumot, ahol magyar nyelven tanítanak és elektrotechnikai szaktárgyat is oktatnak. A délután folyamán, az ebéd után láthatást tettünk a fogaló intézményünkbe, a Róláfi Zsuzsanna Református Gimnáziumba, ahol megismertük az ottani képzési rendszert. Hasonlatos, mint amilyen még igazából teljesen magyar nyelvű oktatás folyik abban az intézménybe, református intézmény, de mellette bepillantást tekintettünk egy elektrotechnikai laborba is. Tehát gépészettel is foglalkoznak meg elektrotechnikával. Mint megtudtuk, a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának kiemelt célja, hogy a határon túli látogatás során minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki a magyar diákok, tanárok illetve a fogadó iskolák között. Voltak olyan tanulók, akik már másodjára vagy harmadjára is voltak velünk Nagyváradon, de hát voltak önök is, akik először. Szerintem nagyon jól veszik magukat, mert kedvező volt az időjárás, megismerték Nagyvárad kultúráját, történelmét. Ha adi gondolunk, akkor legfontos a legfontosabb munkásságát, hiszen fényképet készítettünk a honlaposok szoborcsoportja előtt is, tehát úgy gondolom, hogy kulturális értékekben gazdagon tértek haza a tanulóink. A nagyváradi utazás felejthetetlen élmény nyújtott a szentanai diákai számára. A diákok közül Agus Laurának a Száldobágyi Halastó gyönyörű környezete és a saspalota tetszett a legjobban. Te érdekelte Adi munkássága és azok a helyek, ahol járt? Nagyon tetszett, kifejezetten a Száldobágyi Halastó, és hogy Adinak az ilyen régi helyeit hogy megnézegettük, hogy hol kávézott, meg az ilyeneket. A saspalota nagyon nagyon szép épület, nagyon furább, tehát különbözőbb, mint amik itt vannak, és nagyon régi, nagyon szép. Harmadik alkalommal vett részt a TV2 népszerű iskolai családi sportjátékon a Nagyvagyon, a Karcagi nagypun Református Általános Iskolat csapata. Mint a csapat felkészítőjétől, Orosz István testemelőtől megtudtuk, a vetélkedő tizedik évadjára a korábbi nyertes csapatokat hívták meg augusztusban volt egy felkérés, mivel a nagy vagy egy tíz éves jubileumi műsorra készült, és így felkérték a győzteseket, vagy a döntőben bejutott csapatokat, akik eredményt értek el, első háromba voltak, és azokat a csapatokat próbálták behívni erre a jubileumi műsorra és így 18 csapatot hívtak be erre a vetélkedőre, és mi is benne voltunk, és ezért úgymond tiszteltetettünk tettünk a nagy vagy felkérésén, és újra egy, egy új csapattal indultunk neki ennek a versenynek. A karcagi csapatok a diákok mellett szülők is versenyeztek. A versenyről annyit kell tudni, hogy négy felnőtt szerepel a, a, csapatba. A négy felnőtt az úgy tevődik össze, hogy két nő és két férfi versenyző, és ugyanúgy két lány, egy felsős lánynak és két felsős fiúnak kell szerepelni a csapatba, és még egy alsós fiú és egy alsós lánynak, így ebből a tíz főből tevődik össze. A csapattagok pedig Temesvári Tamás és Orosz Réka volt, a kicsik, a nagyobbak pedig Márki Laura, Halter Zita, Potorna Jádám és Monori István személyében, mint a felsős diákok, és a felnőttek pedig Novák Éva, mint szülő és testnevelő tanár, nálunk Pál Marian, mint szülő, és Dániel Sándor, mint szülő, és Orosz István Jómaga, mint testnevelő és mint szülő is. A versenyen Abaházi Csaba volt a műsorvezető, a verseny főbírója pedig Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó volt. Minden csapat mellett volt egy állandó csapatkapitány, aki egy ismert, népszerű sportoló vagy celeb. Fordulónként hat csapat játszik, a három elődöntőből két-két csapat jutba döntőbe. Az elődöntővel kezdtünk, mi a második csoportba voltunk, és a második csoport, ahogy így a, a szervezőkkel is beszélgetve, és a versenybírókkal, Má Martinek János Öttus a világbajnok volt a versenybíró vele, úgymond beszélve a szünetekbe, ö, szerintem a legerősebb elődöntőbb csoportba kerültünk, nagyon ö, úgymond kiélezett verseny volt és jól kezdtük a, vagy a, a rosszul kezdtük a versenyt, a, az elődöntőt egy úgymond a télapulszánt amit amit a edzéseken gyakoroltunk is és, és jól is ment itt sajnos egy kicsit beragadtunk és, és úgymond ötödik helye, helyezéssel értünk be a célba és úgymond onnan kellett felkapaszkodni itt az elődöntőből az első két csapat jutott tovább itt a másodikként jutottunk tovább a, a döntőbe, ott ugyanúgy hat csapat versenyzett a döntőbe. Nagyon jó kezdtük a döntőt, mert az első négy versenyszámból az első hármat meg is nyertük, a, más, a negyedik versenyszámba pedig második helyezést értünk el. Majd következett az ötödik versenyszám, amit említettem, hogy, hogy hiába gyakoroltuk, hogy lepedővel kellett különböző labdákat átdobni az egyik tanulónak. Ez, ez jó, jól kezdtük, mert az első labdát elsőre oda tudtuk dobni a kezébe, de a második labdát a hatodik tehát egy sikerült, és ez annyira elment tőlünk a mezőny, hogy már nagyon nem tudtuk behozni, és, és tényleg itt a sajnos utolsó helyet szereztük meg. Majd utána kicsit összekaptuk magunkat, és, és megint egy első helyjel tudtunk javítani és a végén volt még egy második és egy harmadik helyünk, majd a legutolsó versenyszám, ami duplapontos volt, ez, ez egy ilyen kis gurulós kocsin kellett húzni a társunkat, és a társunk, amikor a pálya végén értünk, a dárci nyilla kellett felakasztott lufikat úgymond eltalálni, és utána, amikor eltaláltuk, akkor lehetett jönni vissza egy karácsony karácsonydíszsel, és a, amikor visszahoztuk a karácsonyfadízt, akkor fel kellett takasztani, fel kellett díszíteni a karácsonyfát, úgymond ez a feladat a karácsonyfa díszítő volt. Nagyon jól kezdtük, és nagyon jó voltunk az utolsó párosig. Amíg a, Dark, vagyis az, amíg, az, utolsó lufi fel volt akasztva, addig magasan vezettük a, versenyt is, de sajnos kifogott rajtunk az az utolsó darts nyíl, és az az utolsó lufi, mert sajnos 13 ára tudtuk eltalálni ezt a, ezt a lufit és sajnos megint úgy úgymond, akivel versenyeztünk a, a, az elsőségét, ők is meg tudtak előzni, és sajnos így hatodikként értünk be a célba, és így holt verseny alakult ki a, a végén. A verseny végén az első helyen döntetlen volt. A zsűri az utolsó feladat alapján hozta meg a végleges döntést, ahol dupla pontok számítottak, így lettek a karcagiak másodikak. Egy kicsit csalódottak voltunk, mert mint versenyző, vagy én is szoktam versenyeket szervezni. Azért egy versenyt, hogyha, hogyha nincs igazán verseny vagy nem tudnak két első helyezést ideadni, akkor valami más dologgal szoktuk, vagy aki több győzelmet aratott, vagy akkor kitaláltak volna egy új, egy, egy, csak ennek a két csapatnak egy versenyszámot, és akkor megmérkőzhettek volna. Sajnos a versenybizottság úgy döntött, hogy mivel az utolsó versenyszám duplapont volt, értékelték a legjobban, és aki abba a versenyszámba jobb eredményt ért el, az, az lett az első. itt sajnos meg kell elégendünk a második helyezéssel. Nem volt, hát egy nagyon kicsit csalódottak voltunk, mert szerettünk volna nyerni, de de ezt is értékelni kell ezt a második helyet. Boldogak voltunk azért, és, és tényleg úgymond nagyon élveztük, nagyon izgalmas verseny, versenyek voltak. Én elmondtam igazgatónőnek is, hogy én már harmadjára voltam ezen a nagy vagy versenyen, de most izgultam a -e legjobban. Azért egy jubilányi műsor tele úgymond nagyon jó csapattal, akik már korábban bizonyítottak, és én azt mondom, hogy nagyon szép eredményt értünk el, nagyon szép ez a második hely. A verseny izgalmait vasárnaponként a TV2 adásaiból nyomon követhetik az érdeklődők. Az egészségügyért felelős államtitkár arra szólította fel a dohányzókat, hogy a november 21-i ne gyújts rá világnapon senki ne dohányozzon. A magyar lakosság 27%-a vallja magát dohányosnak, és a dohányzás 10-15 évvel rövidíti meg az életet. Számos káros szövődménye ismert. Ezért is fontos, hogy a leszokáshoz segítséget kapjanak az érintettek, mondta televíziónknak Horváth Ildikó tüdőgyógyász végzettségű államtitkár, aki megtévesztőnek tartja az egy cigaretta terjesztésében érdekelt cégek azonos álláspontját, miszerint ezek a készítmények segítenek a dohányzás leszokásában. Hozzátette, ezzel szemben már a bizonyított, hogy ezek a termékek fenntartják a nikotin függőséget, valamint az úgynevezett hevített dohánytermékek sem alkalmasak a leszokásra. Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet Magyarországi Irodavezetője közleményében megerősítette, hogy az e-cigaretták nem segítenek hozzá a dohányzás elhagyásához. Az adatok szerint a fiatal korban az egycigi használók később nagy valószínűséggel rászoknak a hagyományos cigarettára. Kiemelte, a WHO üdvözli a magyar kormány ezirányú jogi szabályozását, amely a hagyományos és a dohánytermék alternatívák használatát egységesen szabályozza. Arra buzdított mindenkit, csatlakozzon a kihíváshoz, és egy napig ne dohányozzon, és így tegye meg az első lépést a leszokás felé. Csákó Zsuzsanna az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szervezés és Módszertani Osztályának vezetője szerint Magyarországon a dohányzók 40%-a szeretne leszokni, de önerőből csak kevesnek sikerül. A leszokási hajlandóság 50 év körül kezd el erősödni, amikor már egyéb egészségügyi probléma is jelentkezik. A leszokásban segítséget nyújt a gond egy száse telefonos applikáció, ami segíti megtervezni és megkönnyíteni a leszokás folyamatát, segít fenntartani a motivációt, de áttekintést kaphat a dohányzó, hogy az utolsó elszívott cigaretta után hogyan alakult az egészségi állapota, vagy mennyi pénzt takarított meg. A szakember szerint a leszokás egyéni döntés, nehéz vállalás, de szakszerű segítséggel lehetséges. Híradónk utolsó részében Rózsa Sándor jegyző úr felhívása következik. Kérjük, hogy az őszi téri nyugalmi időszakban szíveskedjenek szükség szerint elvégezni ingatlanjaik előtt a járdaszakasz mellett a gyalogos forgalmat akadályozó fászárú növények meccését, valamint a köztisztasággal és a település szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1 per 1986 évi EUM együttes rendelet 6. paragrafusában meghatározottakra figyelemmel gondoskodjanak az ingatlanjaik előtt nyílt áruk és annak műtárgyainak tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!